villanyoszlopnak csapódva állt meg ez a kocsi, csúnyán összetört az oldala. A másik sem járt sokkal jobban. A baleset a napokban történt Nyíregyházán. Az ilyen káreseményeknél a legtöbbször egyértelmű ki volt a hibás, és könnyű rendezni a biztosítást. Nem is az ilyen jellegű eseteknél fordult elő korábban, hogy trükközni próbáltak a járműre megkötött biztosítással. A 90-es években volt nagy divatja ezeknek a csalásoknak, ebben pedig gyakran a kárszakértők, üzletkötők is benne voltak, akik olykor maguk adtak tippeket az ügyfeleknek. Azóta bár jelentősen csökkent a gépjármű biztosítási csalások száma, a lakás- és vagyonbiztosítások esetében még mindig vannak próbálkozók. Megkeresésünkre az egyik nyíregyházi Alkusz cég vezetője idézett fel egy esetet a megyéből. Egy évig tervezték, hogy egy telepen két helyrajzi számon lévő raktárnál biztosítják a teljes raktár készletet, csak mivel több tulajdonos volt, egyszer egyik fizette a díjat, másszor másik, és úgy jártak, hogy elfelejtették befizetni a biztosítási díjat. Ugye tudjuk, hogy díjafedezeti időszak után még 30 napig kockázatban áll a biztosító. Érdekes mondani, a 31. nap történt a kárbejelentés, tűzoltóság, szóval hivatalos nem lehetett csalni az időponttal, és a biztosító ilyenkor eláll a kártérítés elől, úgyhogy itt is belecsúsznak különböző problémák. Az üzletkötők trükközései ellen a biztosítók úgy védekeznek, hogy csak a befolyt díj után adnak nekik jutalékot. Nem is csoda, hogy ma már kevesebben ügyeskednek közülük. Ugyanígy az ügyfelek próbálkozásait is egyre kifinomultabb módszerekkel védik ki a társaságok, például a lakásbiztosítások esetében. A biztosító társaságok, mint ahogy a betörő és a védelmet kialakító egységek folyamatosan fejlődnek, például a villámcsapás másodlagos hatása, meg az üvegkár volt az egyik legelterjedtebb. Hát mondhatni azt, hogy biztosítási csalás, de azért egy kisebb kategória. Ez ellen úgy védekezik a biztosítótársak, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatnak már van egy olyan előrejelző rendszer, ami 10 méter pontosága megmondja, hogy hol lehetett a másodlagos villámcsapásnak hatása. Ebben az esetben, ha ebbe beleesik, akkor minden további nélkül a biztosító kifizeti, ha volt ugye ilyen szolgáltatás. Ha pedig nem, akkor azért működik a probléma és az elutasítás. A bejelentést tapasztalt kárszakértők mérik fel a helyszínen, akik ma már egyre könnyebben kiszúrják a csalási kísérleteket. Az általunk megkérdezett szakember szerint a biztosítók már gyakran alapból számolnak a csalási kísérlettel, ennek ugyanakkor a becsületes ügyfelek is érezhetik a negatív hatását. Kárbejelentés esetén ugyanis jogosan érezhetik azt, hogy úgy áll hozzájuk a biztosító, mintha csaltak volna.